Gondolom sokatokban felmerült a kérdés az előbbi intro kapcsán, hogy Keeper megint miben mesterkedik. Hogy elosztassam a kételyeket, pontokba szedve válaszolnék a felmerülő kérdésekre. Mi ez az új sorozat? Tudom, hogy a nézőim nagy hányada szereti a Farming Simulátort, de nem akartam egy sokadik sorozatot indítani itt a YouTube-on, ezért rengeteget törtem a fejem, hogy lehetne egy olyan sorozatot indítani, ami teljesen eltér az eddigiektől. Miben lesz ez más, mint a többi Farming Simulator sorozat? Hogy kell ezt elképzelni? Ha valamihez hasonlítani akarnám a Dabas sorozatot, akkor ezt talán egy tévésorozathoz tudnám. Minden játékos egy szerepet játszik. Megpróbálja a szerep szerint végezni a munkáját, és élni életét ebben a közösségben, ebben a virtuális világban. Legyen ez a szerep akár a helyi kocsmárosé, vagy Ferié, az RDC. Mi az az RP? Az RP pontosan erre utal. Minden játékos köteles a szerepe szerint viselkedni, beszélni, játszani és a szabályokat betartani. Vannak szabályok? Természetesen, ahogy már említettem, a játékosoknak kötelessége a szerepük szerint viselkedni, mindig törekedve a valósághűségre. Ezen kívül tilos tabbal a járműveket váltani, bármi nemű teleportálás, a gépek visszaugratása, az elakadt járműveket műszaki mentéssel lehet újra hadrendbe állítani. Lehet majd játszani veletek? Igen. További szerepekre a nézők közül szeretnénk toborozni. Ezek lehetnek alkalmi szerepek, mint például kamionos robban le a faluban, esetleg a szomszéd TS-ből küldenek pár embert besegíteni, vagy lehetnek tartós szerepek is, mint például állatgondozó, udvaros, vagy más munkakör végleg betöltő alkalmazott. Miért nem live-ban csináljátok? Sajnos live-ban elkerülhetetlen a chat olvasása és kommunikálása nézőkkel, viszont így elveszik a tévésorozat és az RP stílus. Ha meg nem nézzük a chatet, akkor semmi értelme a live-nak. Milyen sűrűn lesznek részek? Lehetőségünk közmérten 2-3 naponta szeretnénk új részeket feltölteni. Köszönöm a figyelmeteket, remélem a videó segített, hogy mindenki lássa, mi is lesz ez az új rendhagyó sorozat, amin dolgozunk. Ha kérdésed, észrevételed, javaslatod lenne, kérlek jelezd ezt a komment szekcióban a videó alatt.